gyorsan teltek meg a Teszed akció zsákjai Szekszárdon. A Tolnai megyeszékhely idén is csatlakozott az országos környezetszépítő kezdeményezéshez. Csütörtökön a polgármesteri hivatal munkatársai a település egyik hipermarketjének parkolójában gyűjtötték a mások által eldobott hulladékot. Rengeteg papír, zsebkendő, nájlonzacskó, sőt háztartási hulladékot is találtunk, zsákostól kidobva műanyag zacskókat, ételmaradékot. Szekszárdon idén az önkormányzat szervezésével folyt a szemétgyűjtése. Két napon keresztül volt lehetőségük az önkénteseknek és csoportoknak a település közterületeit szebbé varázsolni. A Tolnai megyeszékhelyen egyébként nagy hangsúlyt és komoly összeget fordítanak arra, hogy az utcák tiszták legyenek. Ebben az évben már 46 millió forintot költöttünk egyrészt az illegális hulladéklerakóknak a felszámolására, másrészt az egyébként az önkormányzatnak ugye működik két brigádja, köztisztasági csoport, illetve a közfoglalkoztatottak, és az általuk a közterületről összeterelt szemét után az önkormányzat által fizetendő ártalmatlanítási díj, illetve az illegális lerakóknak a felszámolási díja teszik ki ezt az összeget. Vagyis a 46 millió forintban még nincs benne például a munkatársak bére, vagy az üzemanyag költség. Ezt a pénzt csak a szemét elszállítására és ártalmatlanítására kellett elkölteni Szekszárdon. Zaják Rita, a Teszed programot koordináló polgármesteri tanácsnok azt mondja, jó látni, hogy a kezdeményezéshez minden évben sokan csatlakoznak, az viszont kiábrándító, hogy például cigarettacsikből rengeteget dobálnak el az emberek, mert több parkolóban egyszerűen nincsenek szemetes ládák kirakva. Kezdeményezni is fogom, hogy azokban a parkolókban, vagy olyan közterületeken, ahol mondjuk kevesebb az utcai hulladékgyűjtő kehely, oda az önkormányzat helyezze ki. Ha ez kötelezettsége, kötelessége az üzlet tulajdonosának, akkor pedig őket fogjuk erre megkérni. Szekszárdon már most azt tervezik, hogy a Teszed akciót követően mikor és hova szervezzenek újabb környezetszépítő programot. Csörgetóra fogunk szervezni egy-két héten belül egy személygyűjtő akciót, és akkor ott is megpróbáljuk a csörgetónak a dolgát, ügyét is akkor elkezdeni felkarolni és fejleszteni. A Teszed ötletgazdái szerint egyébként az, aki részt vesz ilyen személygyűjtési akcióban, a későbbiekben sokkal jobban odafigyel környezetet tisztaságára.